Lovrenci sérülése miatt kihagyja a magyar válogatott első fellépését a labdarúgó Európa-bajnokságon Ausztria ellen ma délután. A címvédő spanyolok kiszenvedték tegnap a győzelmet a csehekkel szemben, az olaszok pedig magabiztosan verték a belgákat. Egyelőre általában a szoros meccsek jellemzőek. Weber György edző első benyomásai. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Gyuri, ráérsz nézni minden EB meccset, vagy van már csapatod és edzéseket kell vezényelned? Hát sajnos ráérek, azt kell mondjam, úgyhogy egyelőre nincs csapatom. Úgyhogy ennek tükrében gyakorlatilag a tegnapi ír-svéd mérkőzés kivételével az összeset végig tudtam nézni. Tehát habzsolod a mérkőzéseket. Mondhatni. De mindenkinek, hogy most nincs csapatod, a döntéseidet utólag nem bántad meg? Hát van, amit megbántam azért, nyilván. Főleg ilyenkor az ember gondolkozik rengeteget, mert van rá ideje, úgyhogy vannak olyan döntéseim, amit megbántam is, vagy tettem, amit máshogy csinálnék. Tanulságok, tehát hogy az ember legyen kompromisszumkészebb? Vagy... Nem erre gondoltam, ez is benne van, egész más irányból. Sokkal bizalmatlanabb vagyok most már, vagy leszek, hogyha esetleg állást kapok, mert nagyon kitárulkoztam sokszor, és nem biztos, hogy ez kifizetődő volt. Tehát próbálom összerakni azt, hogyha megtalál a következő feladat, akkor egy sokkal komplettebb emberként lássak neki ennek a dolognak. Érteni vélem, amit mondasz. Na most a magyar válogatott igazából megfogalmazott célkitűzés nélkül indult az EB-re, de azért kimondatlanul vannak várakozások, és ezek azért nagyon nagy skálán, nagyon széles amplitúdon húzódnak az igazi hurra optimizmustól, ez a szokásos úgyis kiesünk nulla ponttal. Te hol sejted a realitás? A weberi realitás az mi? Na, tehát ehhez azért kapcsolódnék, hogy jó magam is nagyon megmosolyogva néztem azokat a riportokat, cikkeket olvasva, hogy van, aki azt mondta, hogy 0-9 pontig benne van, és mondtam, hogy hát ez milyen vélemény, és sajnos, hát osztanom kell, úgy gondolom, ugrás hogy... Ugrás a sötétben. Igen, ez egy ugrás a sötétben, tényleg minden lehet, de én abban a hitben vagyok most, és azt gondolom, hogy egy 4 pontot ez a csapat össze tud szedni a csoportban, ami nagy valószínűséggel elég egy továbbjutáshoz. Ez már egy nagyon nagy siker volna, úgy gondolom, a magyar futball jelenlegi helyzetében. Hát utána nyilván egy mérkőzéses történetben rengeteg függene, hogy kit kapunk, meg ott azért előfordul minden, de azért ne szaladjunk ennyire, és én sem szeretnék hurrá optimizmusba átcsapni. Tehát a 4 pont megszerzése csoporton belül szerintem jelen pillanatban a realitás, és talán hát nem a maximum, de a maximumhoz közeli teljesítmény. Na most, mivel a magyar csapatot EB-n még most nem láttuk játszani, de mintázatban mit érhetnek nekünk a felkészülési meccseken látottak, hasonló produkcióra számítasz-e ma is, mint mondjuk a horvátok és a németek ellen? Igazából az látszik tényleg, hogy egy nagyon szisztematikus, tudatos csapatépítő munkát folytat a kapitány. Ez a védekezésben, a szerkezetben, a pályára kivitt tűzben látszik. Én amiben hiányolok sok mindent, az az előrejáték. Na ez az, amit viszont semmilyen kapitány nem tud, minőségi játékosok, tehát olyan kvalitású labdarúgók nélkül, mint amik mondjuk azért a top csapatokban vannak. Tehát itt látom azt a hibapontot, hogy biztos, hogy tényleg borzasztó masszív szervezet lesz a magyar válogatott, mint hogy a északír is az volt, csak a félpályán nem ment. Na várj, itt akarok, bocsáss, azért igazából, hogy... Tehát bocsánat, és hogyha ebben tudunk lépni, amit nem szeretném azt mondani a keretre, hogy nem alkalmas rá, bízunk benne, hogy igen, de nyilván nem mi fogunk dominálni egyik meccsen sem. Na, ezt akarom tőled kérdezni, bocsánat, mert ugye egy kicsit azért itt akkor abból kell kiindulnunk, mivel a magyarokat még nem láttuk EB-n játszani, hogy eddig láttunk nagyon sokféle csapatot, túl vagyunk már 9 mérkőzésen. Az egy nagyon érdekes jelenség, hogy van egy nagyon masszív derékhad, azt látjuk, ahol nagyon kicsi különbségek vannak, most utaltál itt éppen az északírekre, és a csapatoknak nem azt mondom, hogy jelentős, ez az összes csapat megtanulta ezt a fajta szervezetjátékot és védekezést, egyelőre nagyon úgy tűnik. A különbség az valóban az, hogy mennyire kreatív a támadójátéka egy csapatnak, és ott viszont csak egy nagyon vékony krém látszik egyelőre kibontakozni, nem? Hát itt jön az, hogy igen. És itt mivel nyernek ezek a kis különbségű csapatok egymással szemben? A világfutballon kiegyenlítő, tehát mondom, megtanult, futunk ugyanannyit, most már szerintem ugyanannyi gyorsan,
És akkor itt innen tényleg nagyon egyszerű, aki kicsit jobb futballista, tehát ahol vannak olyan kvalitású játék, mondjuk a horvát-török meccsre utalnék. Én véleményem szerint, az enyém szerint, ha ez pontozásos sportág, akkor nem is kérdés. Kiütés. Hát ha nem is kiütés, de döntő fölény. Egyhangú pontozás a horvátoknak. De kellett egy ilyen zseniális labdarúgó, mint a Modric, hogy egy ilyen váratlan és gyönyörűen kivitelezett lövéssel eldöntse a meccset. Mert egyébként lett van 0-0. Vagy a spanyolok ugye, hát végig egy kapuszták ezt a meccset néhány perc kivételével a csehek ellen, akik egy nagyszerű állománnyal rendelkeznek. És azért a végén addig-addig tologatták ugye ezt a nagyon sokak által már szidott vagy unottnak vért tikitaka, de csak betikitakázták a kapuig hát, vagy ugye itt van a francia-román mérkőzés, amin szintén láttuk, hogy hát ez a román csapat, ez le a kalappa, nagyon szervezett, de az igazán kreatív csatáról az hiányzott. Az a plusz, az a mindenség. Az a franciáknál. Mondjuk a klub elit futball is erről szól, hogy van egy nagyszerű csapat, de aki igazán nagyot akar alkotni, abban van két extra klassz is. Most ugye az EB-n is szerintem jelen pillanatban attól függetlenül kicsit más azért a történet, de visszatérve a magyar csapatra, tehát itt várnám, hogy azért az utóbbi időben az előre játékban egy kicsit haloványabb teljesítményhújtó játékosok az előre játékot is úgy tudják. Persze ez nagyon nehéz, mert ugye meg kell oldani a védekező feladatot. De attól függetlenül bízom benne, hogy meglepnek minket a srácok egy kreatív játékkal is az előre játék folyamán. Maradjunk még itt a mintázatoknál, amiket eddig láttál trendeknél vagy jellemzőknél. Itt volt például tegnap este ez a belga-olasz mérkőzés, és akkor itt is a különféle közhelyekkel való leszámolás. Ugye az olaszok, akik mindig csak védekeznek, az olaszok, akik nem szeretnek futni. Hát ez az olasz válogatott kilométerszámban is jelentősen túlfutotta, szétfutotta a belgát. Ezt a nagy ígéret, már két éve is a VB-n ígéret, elképesztő jó futballistákat teli belga, fiatal belga csapatot. Itt láttunk megint egy olyan helyzetet, amikor viszont van egy tradíció, egy stílus, egy iskola, amelyik meg tud újulni, legalábbis válogatott szinten úgy tűnik Contéval meg tud újulni. Igen, csend volt véleményem szerint az olaszok körül, nagyjából az EB előtt, a belgák körül meg nem. Tehát a belgákat egy kicsit túlsztároltak, mert ők tényleg egyénileg 6-8 játékosuk a top klubokban, top játékos. De egyelőre ez a csapat nem tűnt végső győzelemre is sokan egyébként, legalábbis az én beszélgetésem alapján esélyesnek tartották a belgákat, nem tűnt annak. Így van, az olaszok pedig ugye, hát a nagy múltjuk, és ahogy említetted, a tradíciók, és előszedték, és egy nagyon modern futballal megspékelték. Nem vál, mert a 3-5-2, tehát amit az olaszok nem változtattak, de azt olyan tartalommal töltötték meg, és olyan egyéni teljesítményekkel, hogy magabiztosan nyerték ezt a mérkőzést, tehát nagyon jól néztek ki, és nagyon megleptek ezzel a teljesítménnyel így az első meccsen. Ez is egy szokásos szöveg, ugye egy ilyen EB-n, VB-n, hogy torna csapat, hogy a olaszok, tehát hogy 7-8 vagy 6-7 mérkőzésre készülnek. Hát de mennyire és főleg az olaszok ebben az élen 0-0 volt, hogy úgy nyertek VB-t, hogy 0-0-akkal mentek végig 82-be. Hát most az elején kiterítették alapjaikat szerintem, úgyhogy tényleg jól néztek ki, és meglepően jól futballoztak. Na most a végén visszatérve csakis a mai meccsre, az osztrákok ellen, és az osztrákok elleni követendő taktikára, az alap megvan. Szóval azon nyilván nem kell vitatkoznunk meg, lamentálni. Amit láttunk Ben Storktól, hátul védekezésben azt fogjuk látni. Milyen, ha ki fog rúgni, és a gólt, és milyen támadásból típusú kérdés lennék kíváncsi, ha minden jól megy. Na, tehát a védekezésünk megvan, az tényleg masszív, agresszív, rendben van. Ugye nagyon sokat nyilatkoztak arról, hogy a szövetségkapitány az edzőtábor folyamán a labda birtoklásra, a labda tartásra is nagyon nagy hangsúlyt fektetett, hogy legyen nálunk sokat a labda. Jó, mert ugye akkor nem kell üldözni. És ez néha megvalósulni látszott már a felkészülő meccseken egy zónáig. És ott állt meg a dolog, tehát abból, hogy felépítettük, megvoltak a labdakihozatalok, esetleg még a középpályán is volt némi kis játék kreativitás, de a támadó zónába már nem jutottunk be úgy, hogy az egy felépített, tudatos játék lett volna.
leginkább az volt, hogy a Szalaira fölőve, akit ugye ezáltal nagyon kritizálnak, de hát a mai futballt ledarálják, és nem tudunk, nem tud mögé odaérkezni olyan haderő, úgymond, vagy olyan létszám, ami a támadó zónában is esetleg tudna passzjátékkal, tehát úgymond, hogy adhok alapon történt eddig az utapálya utolsó harmadában hát a játék. Pontrugások. Vagy a pontrugások, igen. De hát azért mondom, hogy a tapasztalat azért ezen a pár meccsen is az, hogy ez ennyivel nem lehet. Lehet, hogy az oroszok nagy szerencsével kiegyenlítettek az angolok ellen, közük nem volt a meccs, ez ilyen előfordul, de egy-egy meccsen, de hosszú távon nem. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell javulni, tehát ebben kell olyan teljesítmény nyújtani, hogy a pálya utolsó támadó harmadában is tudjunk előrelépni. Na jó, de azt akár oroszosan, akár máshogy, azt az X-et, azt most adjuk, nem? Szóval azt aláírnak. Mindenki abból indul ki, tehát szerintem az osztrák egy nyitó meccsen, egy tornán, gyakorlatilag tényleg azon ne kapjunk ki. Én meg azt mondanám most, hogy pont most kellene a mi szemszögünkből, hogy azért az osztrákok sem egy verhetetlen csapat, ez egy ugyanolyan sötét ló, mint a belgák. Ugye, tele jó, mondanak. Akkor legyünk olaszosak, terítsük ki alapjainkat. Igen, lepjük meg őket, mert az egy nagyon-nagyon nagy lökést adna. Tehát az általam említett 4 pontból 3 meg is lenne, és annan tehát, hogy még nagyobb dolog volna. És azért sógorok, tehát itt vannak a közelben egy óriási tradícióval bíró összecsapás. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez három esélyes, és reméljük egy fog bejönni, hogy a magyar válogatott nyeri ezt meg valahogy. Így legyen. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.